Sziasztok, Blackonom vagyok, és ez itt a Heroes 5 24. része. Az előző részben ugye sikerült megcsinálnom a Agraelt, az egész kampányt, és akkor most jöhet a Necromanta. Az élőholtok diadaláról. Első küldetés, a kísértés. A Necromanta úgy döntött, hogy a kialakult helyzetet a saját előnyére fordítja, céljait mindenki elől elrejtve, szövetséget köt Isabella királynővel ahhoz, hogy elérje a birodalom határait. Vázslók áttörzött földeken kell átvágnia. Jó, hát mi legyen, csontvázi, jász. Le a csontvázi, ez jó az. Have you heard the news, dear? It appears that your son Nikolai has just died. But you should be happy. Marco. Just think, he has this whole afterlife ahead of him, ripe with possibilities. No. I haven't forgotten the day that he and Godric had me banished, together with Cyrus and those craven mages. And his poor fiance. She would do anything to see her love again, no. In any shape or form. After all, not even half of the peers and lords support her. The rest want Archbishop Randall and that boy Andrei, Nikolai's cousin on the throne. Turmoil, turbulence, treachery. The living are so hot-blooded. Pay her a visit. Excellent idea. Let's pack our bags then, shall we? Ez Nikolajnak az apja? Oh, but you must come along. I'm sure you're just dying to see the towers of Talengard again, no? Lássuk, akkor Markállal vagyok. Milyen képessége van? Halálúr. Alap nekromancia, meg alap hadvezetés. Jó. Akkor most ez is csatlakozik hozzám valószínűleg? Jó. Legalább. Ne legyen pénz vagy tapasztalat. Mi pénzem van? Akkor lehet tapasztalat. Ez mondjuk jó lesz, ez a csontváziászok. És akkor jobbak a csontváziászok. Narancsszín játékos. Lila, kék. Három ellenség is van. Szóval akkor el kell kerülnöm, hogy elfogjanak ezek. Meg ezeket szerintem simán el tudnám verni. Szóval az a jó, hogyha élő holttal találkozok, az biztos, hogy csatlakozik hozzám. Valószínű. Ami nem is rossz. Szóval akkor úgy kell átkelnem ezeken az ösvényeken, hogy ne kapjanak el ezek a szarháziak. Lovagolnak a kis elefántjukon a varázslók. Ezt most muszáj lesz levernem. Útba vagy, haver. Mely jó az a zene alatta.
akkor mik vannak nekem? Zombi. És ja, csontváz, jász, meg lics. Hát ugye ezekkel már találkoztunk így a küldetések során. Csak holtok feltámasztásra. Mibe kerül ez? 6 mana? Hát azt inkább most nem használom el. Ezen halnak ezek a dögök. Hülye gremlinek. Na, ez gyorsan meg is volt. Azokat a csontvázi jelszokat akkor már veszem a seregembe. Hát csak most elmentek, szóval nem fognak erre jönni egy ideig. Így jó is. És akkor megnézem, hogy mondjuk erre mik vannak. Ez a golem útban. Most semmi szerencsém nincsen. Jó van egy kis szerencsével támadni. Ez így nagyon erős. Ezzel még inkább nem támadok. Ezzel már muszáj ezt támadnom. Kis zombival. Jaj, hú, baszki, el is fejtettem, hogy a... ez örökké visszatámad ez a rohadék. Akkor inkább már fel is támasztom azt a 9-et, amit elvesztettem. Na, legalább az meghalt. Na, egy lécsem se halt meg pont. Legalább. Hát ezt inkább így nem támadom, hanem... majd az éjjelszom kivégzi. Lehetőleg így. Hát csak alap sötét mágia vagy fejlett nekromancia. Akkor legyen ez. Csak hú, de jó kicsi ez a térkép most. Azokat az ijászokat ott felszedem. Ó, 100 ijász. Nem is rossz. Na, azt kéne mondjuk az a csizma, hogy gyorsabban tudjak mozogni. Még ha lenne vagy 200 ilyen, szóval már tökéletes lenne.
Ja, azt csapjuk neki. Ezzel inkább nem támadok. Na, itt csak nem vesz le olyan sokat. Hát ez nem kétszer támad. Szerencsére. Hírozott be a nekrógunak a zenéje. Tetszik le inkább nekem. Na jó. Csizma kell nekem. Na, jönnek vissza ezek a szarháziak. Itt csak is inkább egy mentést. Az mondjuk jó lenne. Mindent láttuk, korona. Ezeket a dzsineket le kéne várnom itt. Útban vannak. Véletlen varázslat. Hát látják azért, hogy a csontvázi jelszőm az már erős. Rányomnak minden képességet, amit tudnak. Na, egy jó szerencsés támadás legalább. Az a jó, hogy a Lichnek ilyen töreti sebzése, hogyha egymás mellett állnak, akkor a környező lényeket is sebzi. Hú, de messze el tud ez a szar repülni. Mennyi képességet nyomtok még? Szarháziak. Meg kell támasztanom azt a kis csontvászat. Van rá manám végül is. Akkor már inkább visszahozom. És paf! Egy kis balta az arcba. Ha ezeknek van egyáltalán arcuk. Ez mondjuk nem rossz. Itt már vándorolnak ezek a szarázziak. Nem lenne jó összetűzésbe keverni velük. Ajjaj. Hát nem is erre kéne jönni, akkor már más irányba mondjuk. Ez pont elmegy. Meglátogatom azt legalább ad XP-t. Hát akkor legyen mondjuk ez. És akkor mondjuk... Csak erre mik vannak? Temető. Hosszú éveken keresztül számosan éltünk ebben az öntelen temetőben, parancsnok szegényes temetés ajándékaiból eltartva magunkat,
De most mi büszke licsek véget vettünk gyalázatunknak és csatlakozunk a halál úr dicsőséges seregeihez. Ó, most kaptam licseket. Ez tök fasza. Már meglátod, hogy erre jövök, hogy mi? Csak nem fog ide feljönni és elkapni, remélem. Mi az a toronyot? És hát ide beállok. Csak honnan fog jönni? Szerintem itt ezen a sávon fog végigmenni. Szóval csak nem fog elkapni, remélem. Csak ezt a mindent látok, koronát azért felveszem. A fes van rakva abba. Nem rossz az azért. És itt van valami képesség? Ja, ez már megvan tanulva. Hát az visszament. Ez meg már jön visszafele ez a rohadék. Úgyhogy ezt... Most kipróbálom azt, hogy ha oda beállok, akkor elmegye mellettem. Remélem. Baszki, egy csomó csontvázam meghalt. Ó, bassza meg. Ezt muszáj ezt feltámasztani. De miért azt támad, te szar? Most lehet, hogy elvesztettem pár csontit. Na, és csak hogyha ide beállok, akkor elmegy a mellettem. És elmegy, beszarok. Hát ez az... Csáva elfelejtette felvenni a szemüvegét. Olyan ez az így... Ott állok egy méteres tőle, azt így elmegy mellettem. Ezek aztán veszélyesek, mi? Ha ezek elkapnak, akkor már megtapsolom. Jelen nem sok zombim hal meg most. Nem csak kettő. Na ez így tök jó. Jó kis trédek legalább. Voltok feltámasztásra, melyitok? Hát ez lófasz. Nem használok most. Most ez a kettő meg négy nem számít annyira. Már csak ezt a gargoyt kell levernem. Széttörlek, te oszlop. Tik.
kő. Hát csak lejel mondjuk akkor ez a fejlett hadvezetés. Vagy hogyha itt állok, akkor észrevesz? Nem kockáztatok, inkább hátra megyek. Hát nem. Ez a bot. Ez valami borzasztó hülye. Basszus, nincsen pénzem. Kéne egy kis pénz. Ez a golem útban van. Legalább van kísértetem is. Ami tök jó egység ugye, mert a támadások néha nem hatnak rá. Jaj, de sok van beletek. Nem tudjátok mikor kell feladni, igaz? Hát most. Ebből is kapok olyan élő holtakat? Nem. Mivel ezek úgymond... Tehát golemek azok... gépeknek tekinthetők. Úgymond, mert... azok nem élnek, hanem ilyen anyagból vannak csak. Csak... most elmegyek errefele. Még több hülye golem. Inkább küzdök ezek ellen, mint mocskos druidák ellen. Meg elfek ellen. Gondolj, a következő kampányban már az elfekkel leszek. Nem szeretem. Ott a szintű marka azt alig sebez. Legalább ez meghalt. Vagyis inkább összetörtem. És ez is. Vagy ezt a 20 csontváz harcos át kéne alakítani a csontváz íjásszá. Legyen ez mondjuk. Tűn, 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 tűn. Ó, ott van Lich, az viszont kell. Úgyhogy ez a Gremlin, vagy hogy hívják, útban van. Annyira tetszik ez a zene, hogy tiszta olyan dicsőség ez a zene. Tűn, 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 tűn. Lássuk, amit most tanultam, ezt a földön túl nyelvet mennyit sebez. 19-et, ami pont kell. Ez a beszéd. Még jó, hogy megtanultam ott azt a varázslatot. Mire jó, hogy itt van ez a fűrésztelep? Nekem pénz kéne, nem fa.
Most el kell jönni már is. Hurra. Ide kell átjönnöm már az oldalra. Manám az maxos szinte, úgyhogy nem is kell újra tölteni. Az a jó, hogy nem is olyan nehéz a térkép viszont. Tü-tü-tün-tün. Erre mik vannak? Itt csinálok inkább egy mentést, még mielőtt bármi hülyeséget csinálnék. Ezt is meglátogatom, mert szerencsét vagy morált is ad. Most morált adott. Egy kép, egy varázslat van ott. Hát azért jó, hogyha megtanulom azt. Úgyhogy félre az út, borgargoly. Vízköpő. Szerintem ezeket se... Ezekből se nyerek majd csontvázakot, mert... Ezek is... Nem élő lények, hanem kőből vannak, ugye? Szobrok. Na, lássuk, hogy kapok-e. Hát nem. Erre számítottam. Gyengeség. Pénz az most pont kell lesz. És ott van egy ilyen fejlesztő. Azt viszont... Jól meglátogatnom majd, de még onnan kis pénzt szerzek. És ezután jövök vissza. Jégcsapás. Na ez jó varázslat mondjuk. Erős varázslat. Jobb is erősebb, mint a földön túli nyíl. Ó, kereskedőhely, ez kell ide nekem. Itt pont eladhatom a nyersanyagaimat. Hát, hogy ezek úgy sikerülnek, nem lesz városom. És akkor legalább némi pénzt szereztem, de innen is fogok most. Rákszasa Rani-tól. Rákszasa Rani. Honnan jött ez a név, hogy kitalálták, hogy Rákszasa Rani. Egy fura neve van. Hát csak a jégcsapásom, 132 csebez, az nem is rossz. Ez képes, hogy itt az elején vagyunk. Más csak akkor ezt meg is tudom ölni, ezt a egyik csapatot. Ez nem hiszem, hogy basszus. Föl túl nyíllal viszont meg tudok ölni egyet. Akkor mondjuk legyen ez.
Ó, hát persze, hogy pont a csontimat kell támadni, mi? Szarházi. Páf az arcodba. Headshot. Na, és csak legyen egy gyakorlat hadvezetés, mondjuk. Itt választom inkább a pénzt, mert most az kell. Jelz a vízi malom is ad hetente egyszer egy kis pénzt. Már jön visszafel ez a csávó. Na, és csak mondjuk erre jövök. Bassza meg. Ez nem esett jó. Ó, bassz meg. Hát ez igaz. Nem kellett volna nagy beraknom a egységeimet. Mégis a licsem az nem tud varázsolni? Nem. Akkor viszont... mit támasztok fel? Akkor legyen 40 éjjelsz mondjuk. Francba már. Remélem, hogy kapok vissza azért egy kis egységet. Köcsög vízzel ment el. Ezt meg kell várnom, mire visszafele megy. Nehogy elkapjon ez a szarházi. Legalább ezeket így fel tudtam fejleszteni. Akkor már ezt a kísértetet is. Most várnom kell egy kicsit, hogy ez elmenjen. Na mi, nem akarsz kimozdulni onnan? Végre. Azt a vámpirat meg is látogattam, hogy hátha csatlakozik hozzám. Ezt a 15 fát is eladom. Hát kell lesz majd. Ez vámpir úr, vagy csak sima vámpir? Vámpir úr. Az a fejed több változat, úgyhogy tök jó. Hát úgy látszik, ezzel át kell verekednem a mágusokon. Ezeket is utálom. Mert hogy ilyen sok varázslatjuk van. Így jó az. Na, viszont nincsenek olyan sokan. Legalább. Hát ha sikerül megölnöm az ijászommal. Hát nem, kettő túléli sajnos. Mire varázsol? Kísérletetemre? Ja. Hogy rohadjál meg? Akkor lesz egy földön túl nyíl pofádba. És vissza is kaptam legalább. Ó, őslics. Tökéletes. Csak kell az a golem? Nem. Az a fegyvernök viszont kell lesz. Ott van egy ilyen kis plusz tudás. Ami jól jön. Meg legalább, ha élőket ölök, akkor kapok ugye csontvázakat is. Ami jól jön mindig.
Erre már azért egy keményebb varázslatot nyomok. Akkor ezt így meg is sebzem. Kicsit sok van beletek még. Rehogy nem fog halni egységem. Hát nem. Na, miért ilyen zöld pofája van a vámpir úrnak? Ja, mint hogyha kicsit beteg lenne. Lásd csak mi legyen. Akkor legyen ez a halálsikoly. Na ez már jön visszafele ez a rodék. Ó, volt ott nyersanyag. Nem vettem észre, basszus. Na se baj. Lásd csak, az a vámpir úr kell lesz onnan. Úgyhogy most ezt muszáj lesz levernem. Mágust már megint. Persze, hogy ő kezd, bazd meg. Rohadjál meg. Lásd csak, remélem, hogy meg tudok ölni egy kupacot, mondjuk ezt. Az ősmágus keményebb azért. De miért a szegény őslicsemet támadott? Menjen inkább a szellemre, mert az legalább hátra nem sebeződik. Ezek ki is feküdtek. Egy év álltok a anyaföldel, és nem kaptam vissza, bassza meg. Azt hittem visszakapom. Ez amúgy csak sima vámpír. Nem, vámpír úr. Akkor tökéletes. 19-ért? Hát hogy a fenében? És akkor mik vannak még? Hát akkor elindulok errefele. Ráksa szorani. Igen, egy kicsit sokan vannak. Ezt csak mennyit tudok a jégcsapással megölni? Egyet csak. Nem sok. Még morált kap. Ki ezt? Gábbi, ha már a vámpír úr ellen nem támadnak vissza. És itt előttileg sebez. Így. Arra meg akkor egy földön túlnyalt mondjuk. Ez az. Legalább itt van egy kút, amivel visszakapom azt a manát, amit elpazaroltam. Még több csonti. Ó, 141. Tökéletes. Útjelző. Azt
az merre mutat? Arra nem is tudok elmenni, az meg. Húsz csonti. És akkor úgy látszik, itt le kell ezt majd mennem. Na jó, innen fogom folytatni a következő részbe azzal, hogy oda lemegyek. És meglátom még mi vár rám. Hát, ha ott is üldöznek. Akinek tetszett a videó, az nyom egy lájkot, vagy iratkozzon fel, és találkozunk a következő részbe. Addig is sziasztok!